Üdvözlöm Önöket! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. A mai témánk emésztési rendellenességek mit okoznak. Maradjanak velünk! A mai adásban is a nyereményutalványunk él és játszunk tovább. Az életpálca BT felajánlása egy állapotfelmérés, egy kezelés 20 000 forint. A kérdés pedig az, hogy mit jelent a diabétesz, ezt fogja majd megválaszolni a vendégem. Köszöntöm a stúdióban a vendégemet, Molnárné Bíró Erzsébet, természetgyógyász. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is örülök, hogy jöhettem. Erzsébet, emésztési rendellenességek mit is okozhatnak? Ha nem igazán az őskorból kezdem, akkor is azért vissza kell lépni egy-két mondatot. Az emésztés az tulajdonképpen, ha eszünk, az azért eszünk és szeretünk enni, mert sokan szégyelve mondják, hogy jaj, hát én annyira szeretek enni. Ez azért van, mert ezzel tartjuk fönn az életünket, ugyanis minden élő szervezet anyagcserét végez. Nem mondtam vele azt hiszem semmi újat. Na most, ha az ember nem eszik, ugye erre is volt már példa világégésekben, akkor bizony éhen hal. Tehát nem kell szégyelni azt, hogy az ember eszik, de miután nagyon-nagyon megváltozott a környezetünkben az élelmiszer, illetve mondhatnám azt, hogy van élelmiszer és van tápanyag, a kettő nem ugyanaz. Az élelmiszerre egy ipar telepedett, a tápanyagot azt meg hát bizony a háztáiba állították elő, és olyan szerves, normális körülmények között, hogy nem hitték el az egyszerű emberek azt, hogy feltétlenül tápot kell adni a csirkének meg a pulykának, hiszen nagyon-nagyon sok ember emésztési problémája, vagy hormon problémája, vagy testi problémája, vagy fájdalma bizony nagyon befolyásolja az, hogy mit teszik meg. Ha a tápanyagainkat elferdítettük élelmiszerré, mint ahogy tápot kap a csirke és hormont, ugyanígy a pulyka is, mert ugye nagyon sokan vagyunk a Földön, hát valamivel kell etetni ennyi embert, akkor én azt mondom, hogy nagyon-nagyon figyeljenek oda az emberek, hogy mit tesznek be a szájukon. De ez vonatkozik egy csomó más dologra is, tehát hogyha az a kérdés, hogy milyen emésztési rendellenességek vannak, akkor igazán tudománytalanul, nagyvonalúan azt lehet mondani, hogy ha olyan idegen anyagok kerülnek a szervezetbe, mondjuk egy kenyérrel, ami nagyon egyszerű. A kenyér ma már 10 deka lisztből és 90 deka adalékanyagból áll. Valamikor az 50-es években ez 100%-ig igazi tápanyagból állt, mégpedig olyan búzákból, amik tápanyagot tartalmaztak, nem az agyon nemesített dolgokból. Éppen ezért, ha a szervezetet megterhelem azzal, hogy egy csomó idegen anyagot kell neki felismerni, akkor valóban megterhelem. Márpedig, ha megterhelem, akkor az ellen a szervezet védekezni fog különféle tünetekkel. Azért egy picit menjünk vissza oda, hogy ugye a háztáiban megtermelt csirke, kacsa, akármi, bármit, amit kukoricával vagy normális tápanyaggal táplálnak. Én még arra emlékszem gyerekkoromból, hogy ez a pici Magyarország fél Európát ellátta kajával, és nem voltak nagy üzemek. Most akkor hogy is van ez? Én rosszul tudom, vagy rosszul emlékszem, vagy ez igaz, amit mondok? Ez nagyon-nagyon igaz, különösen például majdnem ugye a szürke mara kihalt az országból, nagyon-nagyon nagy szerencsénk. Hát már van, hála Istennek. Most már azért igen, nagyon szépen fejlődik ez a dolog, de például a háború után, vagy háború előtt, erre nem vagyok, ebben nem vagyok biztos, a lényeg az, hogy szürke marha csordákat hajtottak keresztül Európán. Nem kellett szállítani, érdekes, ezek az állatok nem betegedtek meg. Nekem volt szerencsém látni a Hortobágyon télen, februárban szürkemarha ellést látni. Most általában ugye nem a hidegre szülnek
vagy ellenek, az állatok, igazán pontosan az állatok, vagy madarak, vagy bármifélék, hanem mindig a melegre, hogy ugye biztos, hogy maradjon a kis utód, és valami elképesztő nyugalom és méltóság van egy szürke marhába. Én képes vagyok-e órákig nézni egy szürke marha csordát, szerencsére a környékemen volt egy, amit most már elvittek onnét, de én képes voltam átmenni és megnézni, és akkor ott voltak, együtt volt az egész társaság, tehát nem volt külön választva, hogy most inszeminálunk, meg nem inszeminálunk. A természetes, normális dolgok folytak az állatok között, és ott voltak a kicsik is, a nagyok is. Hát azt mondom, hogy nekem sokkal nagyobb látvány és sokkal nagyobb élmény volt, mint megnézni egy templomot, amit hogy építettek föl, mert a természet az nagyon-nagyon csodálatos, csak meg kell találni. Így aztán nagyon egyetértek ezzel, és ugye a mi korosztályunk még erre emlékszik, én nagyon sajnálom a mostaniakat, a kedves kis operatőrt is, aki ott van a gép mögött, hogy nem ismeri ezeket az ízeket. Én szürke marhából körülbelül 15 éve csak szürke marhát és mangalicát, és nem igaz, hogy drágább. Az a drágább, amikor saját magammal kell foglalkozni, nem tudok dolgozni, mert fáj valami, mert olyat eszek, el kell mennem az orvoshoz, utána ki tudja még, hogy mi minden lesz, mert ahogy egyszer elkezdi még azokat az idegen anyagokat, amiket gyógyszereknek nevezünk, még beadni a szervezetébe, tovább terheli a szervezetét. Igaz-e az a mondás, hogy ilyenkor télvíz idején illik vöröshúsokat, meg nehezebb ételeket fogyasztani, mert hogy az most ugye lelassulunk, kevesebbet dolgozunk. Most én gondolok arra, hogy ezelőtt 50-60 évvel, amikor ugye télen mit csináltak, hát otthon ücsörögtek, kukoricát morzsoltak, vagy nem tudom, mit csináltak. De most ki ücsörög otthon? Nem ücsörög senki otthon, hát de akkor... hát most akkor kérdezem, hogy igaz ez a tézis, vagy nem? Én szerintem, ugye én teljesen másképp látom a világot, ezt sokszor mondják nekem, de miután 20 éve ezzel foglalkozom, egy picit mélyebbre ások, mint hogy megállapítsam azt valamiről, és úgy nevezzem, hogy vörös hús, ez egy csúsztatás. Akkor miért a csirke mellett eszik, ami fehér? Mindenki az egész világ csirke mellett eszik örökké, ami száraz, ízetlen, egy csirke mell, ami ezen a területen van, és ugye látjuk a csontot, amin stabilan áll, ez a csirkemell soha nem mozog annyit, mint a csirkének a combja. Tehát sokkal több lerakódás van olyan benne, amit talán nem kellene megenni. Azon kívül mindenki zsír nélkül eszik ettől, én a falra tudok mászni, mert bélösszenövések vannak. Hát azért 8 méter hosszú a vékony bél, 2 méter a vastag bél, azért 10 méter kavarog itt bennünk, 10 méteren keresztül megy a tápanyag. Na most akkor kérdezem én, mi minden problémám lehet ezen a 10 méteren? Hát rengeteg. Hát ennél nagyobb rengeteg szervünk nincs. Lehet millió probléma, tehát az ember mindenevőnek született, én ezt mindenütt elmondom, akár hova hívnak és akár hányszor. Ne, én nem vagyok stresszt elmondani, mert csak ezzel tudok segíteni, hogy nem vagyunk gyümölcs és zöldségevők. Mindig szoktam mondani, hogy aki ezt elfogadja, ezt a tézist, hogy gyümölcs és zöldségevő, annak sajnos tudomásul kell vennie, hogy lejöttünk a fáról. Két lábbal állunk, két lúdtalppal állunk a földön. Mi mindenevők vagyunk. Olyan bonyolult a szervezetünk, hogy mindenből kell valamiféle elemet megkapnia ahhoz, hogy jól működjön. Nem eszek zöldséget és gyümölcsöt nyakló nélkül, mert azzal a felkiáltással, hogy vitamin van benne, miért is szednek akkor annyi étrendkiegészítőt? Még sincsenek jól a zöldség és gyümölcsevéstől, senki sem. Igazán fizikai és szellemi munkát energiával lehet végezni, nem ilyen hódkorosan, hogy vizes, meg párolt, meg ilyeneket esznek, igazi munkát, energiát, és az energia az zsírből lesz, a zsírtől, ha én zsírt eszek, nem leszek zsíros. Ez nagy tévedés. A zsír, az fölbomlik a szervezetbe, és akkor most
ha már annyira vitaminnál tartunk, akkor tessék tudomásul venni, hogy négyféle vitamin raktározódik és zsírban oldódik a szervezetünkben. Így van, így van. Most Erzsébet körülbelül a negyedik, ötödik beszélgető partnerem, aki kitér erre, hogy zsír. Többen úgy fogalmazták, hogy reggel nem bűn enni egy vékony szelet szalonnát reggelire. Még ilyen vastagot sem bűnenni. Hát oké, akkor most ezt elfogadom. Egy dolog van a szalonnára. Valami tanácsot adjunk erre a reggeli ebéd vacsorára, most már itt a reggeli szalonnánál tartunk, hogy ugye minden evők vagyunk, de azért valami beosztást, mértéket, vagy mi legyen délben, mi legyen vacsorára, vagy egyáltalán kell ez a zöldség, gyümölcs is? Akkor egy kis rendet csináljunk magunkba. Meg van határozva, hogy mit csináljak reggel, mit csináljak délben, mit csináljak este, most már az is meg van határozva, hogy mit csináljak 8 óra után. Nem. Amikor az ember éhes eszik, amikor meg szomjas iszik. Miért alakult ki az, hogy reggel 8-kor, 12-kor és mit tudom én 6-kor? Azért alakult ez ki, mert az ember 3-4 óra alatt emészi meg a kaját. Tehát rendben van, hogy reggelizik. Én például soha nem reggelizem. Én nem vagyok reggel éhes. Azért nem, mert én este megesem a sült szalonnát. Meg én? Akkor fogytam, amikor hetente háromszor sült szalonnát tettem este 8:30-9 körül. Mert én általában éjfélnél hamarabb nem fekszem le. Tehát mindig az életmód és az életvitellel kapcsolódik össze az, hogy én hogy eszem. Nyilván nekem, aki fölkelek reggel, mit tudom én, 6-kor, nem vagyok éhes. A szalonna, a zsír, az kibéleli az embert, az nem éhes. Aki fogyókúrázni akar és nem eszik zsírt, az az életben nem fog lefogyni. Az mindig azzal fog kilódni, viszont nassol. Én viszont nem nassolok. Tehát a cukor, amit annyiszor hallanak, hogy a fehér, nem a fehér cukor, a cukor. Attól, hogy fehér vagy barna, a cukor attól még ugyanúgy erjed a hasamba. 36 fok van itt. Ha most megeszek egy almát, elrágcsálom apróra, ide lemegy a 36 fokba, és végig szánkázik a 10 méteres bélszakaszon. Mi lesz belőle a végére? Mire fölébredek reggel, mert este megettem 2 almát, mert fú, most aztán adtam az egészségemnek, reggelre pontosan delirium trémezbe fog felébredni, mert az almából alma pálinka lesz reggelre. Tehát annyira megerjed ebbe a melegbe a 36-37 fok között, hogy bizony az már ilyen cefre-szerű, és akkor reggel hozzám szól a kedves párom, és azt mondja, hogy ugyan már anyukám, tedd már ide ezt a reggelit, amit a Bíró Erzsi ajánlott, de hát nem tudom oda tenni, mert még nem vagyok magamnál, mert olyan jót tettem magam, hogy este elrágcsáltam 2 almát. Nem így van. Reggelire pirítóst kell lenni vajjal, mert akkor már egy állati zsír van. Igen. Egyszerű tejavaj, slusz, passz, viszont látás. Lehet inni teját, aki tejás, az nevében a jellege, hásfa, teja. Nem ilyen bossz meg olyan bossz teja, amit össze-vissza kutyulnak, kevernek. Ennek az éghajlatnak megvan minden olyan terméke, ami számunkra jó. És én nem mondom azt, hogy nem kell attól megkóstolni egy tájföldi, vagy egy bármiféle más dolgot, mert a magyar egy vállalkozó szellem szeret mindenről tapasztalatot szerezni, tessék szerezni tapasztalatot, de ettől függetlenül még a libazsírt, a kacsazsírt, a mangalicazsírt, a vajat, tessék enni, semmi bajuk nem lesz tőle. És akkor visszatérve a kérdésére, hogy télen együnk-e ilyet vagy olyat, nem. Ha télen ugyanannyi energiát fordítok arra, hogy éljek, dolgozzam, ezt csináljam, azt csináljam, ugyanúgy kell lenni, mint bármikor. Úgyhogy ezt én nem osztom ezt a véleményt senkivel, és gondolják meg ezt a fehér, meg vörös húst. Vörös húsban mondani, mi a csúsztatás, Erzsébet? Mert azt mondta, hogy csúsztatás van benne. Hát a vörös hús az állatnak ugyanúgy hozzátartozik, miért pont vörösnek mondjuk? Ott, ahol vérellátás van, ott, ahol beépülés van egy húsba, és állandó csere, mert minden sejt anyagcserét végez. Tehát a csirkének a combja sejtjei, a melle sejtjei anyagcserét végeznek. Meg vagyok arról győződve, és hogyha valaki tudós, ennél sokkal jobban tud, az nem baj, hogy a fehér hús az soha nem olyan vérellátott, mint a comb.
hiszen a mozgáshoz annak kell. Kell lenni, igen. Így igen, van. Igen. No, hát akkor a játékunk kérdését. A igen, egy kicsit kavarodik a helyzet a fejemben, a gondolat is. Mit jelent a diabétesz, Erzsébet? Ez is egy emésztőrendszeri rendellenesség. Ugye azt tudják, hogy egyes meg kettes típusú, én nem osztom azt, hogy egyes meg kettes típusú cukorbetegség pont. Azt jelenti, hogy a szénhidrát, azt a mennyiségű szénhidrátot, amit megeszik egy ember naponta, és akkor itt csak egyszerűen a lisztre és a cukorra gondoljanak, nem is megyünk tovább, ezt maga a belső elválasztású mirigy, ami erre termed bennünk, a hasnyálmirigy, váladéka, ami az inzulin, nem elégséges. Mi a gyógymódja? Vegyük lejjebb a szénhidrátot, és akkor amennyit termel, akkor azzal fel tudja majd dolgozni, amit megeszik. Na most vigyázat, mert a hasnyálmirigy rajta fekszik a vastagbélen. A vastagbélben 2-8 kiló lerakódást hurcolunk. Hát 2-8 kiló lerakódás. Így van. Ha a vastagbélen rajta van a hasnyálmirigy, akkor miből tetszenek azt gondolni, hogy onnét a vér nem viszi a szennyeződést, a toxinokat, akár ehhez a szervhez is, tehát a hasnyálmirigyhez. Mert ugye a felkiáltás az, hogy elhaltak a Langenhár szigetek. Akkor igen, miért? De... Van egy kérdésem. Mert nekem azt mondták mindig, hogy nekem fordított csavaros észjárásom van, mondta nekem a béki tanár úr, és mindig mondja, hogy én mindig ilyen hülyeségeket találok ki. Nem, én egyszerűen használom az eszemet arra, hogy gondolkodjak. Ha ez a dolog, ez a salakanyag, ami toxin, méghozzá fekál toxin csókolom, ugye nem egy szép dolog? Nem. Ezt a hasnyálmirigyet nem engedi maximálisan működni, 1000%, hogy abból előbb-utóbb kevés inzulin termelődés következik. Akkor ne egyél 2 szelet kenyeret, akkor csak 1 szelet kenyeret egyél, ez a felkiáltás. Igen ám, de ha azzal magyarázzuk ezt, hogy a Langenhár szigetek elhaltak, akkor miért ugrál a cukor? Mert ami elhalt, az már nem termel. De ugye minden cukorbetegnek az a problémája, hogy egyszer ennyi a cukrom, egyszer annyi a cukrom, és akkor próbálnak menni utána akár tablettával, akár inzulinnal, és nagyon szenvednek attól, hogy nem tudnak eleget tenni. Egy cukorbeteg javarésze mind éhezik. Most egy éhező ember hogy gyógyul? Hát nehezen. Hát igen, ezért kell nagyon-nagyon megválasztani azt, hogy egy cukorbetegnek mit ajánlok, különös tekintettel arra, hogy Magyarországon naponta 100 cukorbeteget regisztrálnak a rendelőkbe körülbelül. Ez azt jelenti, hogy ezelőtt 2-3 évvel a Péki tanár úr azt mondta egy adásában, és gondolom, hogy ez megfelelő is, hogy 500 ezer cukorbeteg van, tehát 500 000. Egy hete hallottam híradásban, 1,5 millió cukorbeteg van az országban. Én nagyon örülnék, ha ez nem haladna, nem menne, nem gyarapodna még jobban. Tehát valahogy ez a táplálkozás, valahogy ez a dolog azért igazolja azt, amiket elmondtam, mert akkor nem lenne ennyi cukorbeteg. Egyesületeket csinálnak, cukorbetegség, nem ezzel kéne foglalkozni. Azzal kéne foglalkozni, hogy a hasnyálmirigyet kezdjük el rendesen működtetni. Nálam megy ez a dolog, én az én rendelésemen én ezeket kitanítom, és adok hozzá olyan szereket, amivel ehetnek, mert ha jó feldolgozott tápanyag megy a sejtekhez, és a hasnyálmirigy sejtjeihez is, akkor nincs baj. Akkor talán termel az a hasnyálmirigy. Segíthet-e a vastagbél kivirítése? Gondolok itt egy egyszerű beöntésre. Mert hogyha azt mondjuk, hogy onnan a toxinok bejutnak a hasnyálmirigybe, bejuthatnak, ez tény és való. Tehát ott van, ahogy Erzsébet mondja. Kering, és azt is felszívja. Így van. Akkor lehet, hogy ez az egyszerű beöntés, az talán segíthet? Nem. Az, hogyha nekem slagot kell vezetni a hátsóba azért, hogy kimossák a vastagbelemet, akkor utána nem szabad ennem, mert csak akkor marad tiszta vastagbél, hiszen minden nap eszünk.
És ha ez a, ennek a feldolgozása, például a cukorbetegnél, hogy a cukor, a szénhidrát minden mennyiségét nem tudja feldolgozni a hasnyálmirigy, nem tudja bontani, illetve az inzulin, ezért megy végig, szánkázik a bélen, és a vastag bélnek fodrai vannak. Úgy van. Egy disznóvágásnál... Meg mélyedései. Így van. Ezekben a fodrokban, miután a vastagbélnek az izomzata renyhe, azért renyhe, mert mi nem kapálunk, mi nem végzünk kerti munkát, ugye a civilizált ember nagyon okosan ül az íróasztala mögött, és okos dolgokat talál ki, többek között ezt is. Nem így van? Tehát... Ha én ki tudom tisztítani a vastagbelet, és én 10 évvel ezelőtt alkottam gyógynövényekből egy béltisztítót, borzasztóan sokan, nagyon-nagyon sokan tudják már, és nagyon sokat jönnek is hozzánk emiatt, és azért van egy csomó mintaboltom a városban, úgyhogy utol lehet érni. Ha vastagbelet kitisztítom, egyrészt tehermentesítem a fölötte lévőt, nem pótlódik utána ugyanaz a toxin, vagy ugyanaz a salakanyag, mondjuk ezt inkább civilizáltabban, vagy szalonképesebben, hogy nem termelődik újra, na most a keringés előbb-utóbb elviszi a veséhez, és kiüríti talán. De miután minden nap eszünk, az, hogy én elmegyek minden étkezés után, és lagot vezessenek a hátsomba azért, hogy ne legyen a vastagbelembe semmi, ezt valószínű, hogy erre senki nem képes és nem alkalmas, ezért ezt a 2 csepp gyógynövényből lévő, nagyon kevés gyógynövényből lévő béltisztítót én magam is szedem, mert én sem jártam 30 évig vészet. Hol volt a mikorunkban erőszlet? Dehogy volt szó. Eszébe se jutott. Zsíros kenyér cukorral, erős paprikával, teja szép, hásva teljes szalad játszani. Ennyi. Így van. Vagy kimentünk a kertbe, kihúztuk a vörös, a zöld hagymát, aztán ettük vele. Zöld hagymát megettük, paradicsomot letörtük. Nem ezt. Mondom, hogy most ezt kell csinálni, de nem kell novemberben. Én megettem pár évvel ezelőtt novemberben megettem 1 paradicsomot. Azért, hogy már többfélét egyek. Mert egyszerűen nem volt ingerenciám 1 paradicsomot megenni. Nyáron még, amikor tudok a piacon venni a egyszerű asszonyoktól, akik tudom, hogy nem vegyszereznek, semmi bajom a paradicsomtól. Én elmondom november, hát már annyi minden, már eszek ezt is. Megettem 1 ekkora paradicsomot. Én 2 napig olyan rosszul voltam, mert ez a paradicsom tökéletes vegyszereket tartalmaz. Ugye, aki termelt valahogy is paradicsomot, vagy volt 1-2 paradicsoma, annak nem jön ki 8 darab ilyen a tőről, egyik kisebb, másik nagyobb, gibics, gubics, ilyen, olyan, amolyan, de kisebb, nem adtuk. Meg se nől, az egy kicsi, csak kicsi marad, be megpirosodik. Igen, mindig azt mondom, hogy ezeket nem termesztik, ezeket rajzolják, ezeket a paradicsomokat, és egyet tudjon a néző, mert valami hasznosat is mondjak már neki, az a paradicsom, amin rajta vannak azok a kis zöld levélkék, az mindig vegyszerrel készül. Ez ilyen egyszerű. Tehát a paradicsom törvénél... Rajta van az a kis zöld, mert már megpirosodik, de a vegyszertől nem esik le, szépen elvágják, hogy tetszetős legyen, levágják ott a kis pálha levelek, uh-huh. vagy ha még jól emlékszem a középiskolai tanulmányban, azok ott rajta vannak, ugyanis az érett paradicsom az leesik, azon nincs zöld. Ugye milyen egyszerű? Hát tényleg igaza van a békének, hogy csavarosan használja az eszét. Igen, de én fejet hajtok. Balmenetes. Balmenetes nem jó. Én fejet hajtok, mert ez rendben van így. Tényleg Obikus. Emlékszem gyerekkorom, hogy leesett, és fölvettük, és azt tettük meg. Igen, nem téptük le. Megmostuk, szia, ment a zsíros kenyérre rá. Igen. És akkor most már megint a zsíros kenyérről beszélünk, ugye a beszélgetésük elején volt az, hogy a kenyér az lisztből van. Volna. Hát én emlékszem rá, rengeteget nyaraltam Baranyában, Zala megyében, rokonainknál. 1 hetes kenyeret vett elő a nagynéném, kutya baja nem volt. Vegyél elő 1 hetes kenyeret, megpenészedik. Kemencében 1 héten egyszer volt kenyérsütés. Így van, így van. Én nem azt mondom, hogy most nekünk is mindenkinek kemencét kell építeni ezért. Én nem tudom, mikor vettem utoljára, talán 15 éve vettem kenyeret a boltba, én nem veszek kenyeret. Semeddig se tart egy igazi jó kenyeret megcsinálni. Én nem élesztővel, én sütőporral sütöm a kenyeret, mert ugye én a kandidával foglalkozom már immár 20 éve,
és az élesztőgomba túlszaporodásával a szervezetbe, mert meggyőződésem, hogy mindennek ez az alfája, omegája, nem kell ezt osztani velem, amit én mondok, de miután én 20 éve megyek utána, és előbb-utóbb talán meg tudom azt is írni majd, hogy mi értezés, mi minden, de hát ehhez még kell egy pár év, meg egy-két műszer, amivel ezeket meg tudom csinálni. Erzsébet, hálásan köszönöm, hogy itt volt. Lejárt az időnk, szerintem még folytatjuk. Köszönöm szépen. Jó társaságban megy az idő, én is köszönöm. Így szokott ez lenni. Köszönöm. Kedves nézőink, önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták, egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a kollégáim nevében is, viszontlátásra.